Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő horgászos videónkhoz, már nagyon izgulok, nincs annyira hideg sajnos itt a karácsony előtt, de meg fogjuk fogni Döme Gáborral és a kisfiával a karácsonyi pontyot, és azért van ez a mikrofon itt a kezembe, ez a legújabb befektetésünk így a videózásba, amit a Gábor ajánlott, hogy a szélzaj ellen tökéletesen lehessen hallani minket a videóban, ez ugye a múltkori videóban is volt már, csak azt Gábortól kaptuk kölcsön, úgyhogy mehetünk kiskúhalasra, Gábor azt mondta, hogy fel fog tenni nekem néhány kérdést, úgyhogy izgatottan várom, és megfogjuk a karácsonyi pontyokat. Úgyhogy tartsatok velem, és mehetünk! Jó napot! Asza! Te jó néz ki! Itt feleget van az egy kicsit. Kicsit jobb az idő, de igen. De egyébként horgászhatunk innen is. De nézd csak a kilátást. De király. Ja, innen bedobjuk. Kinézzünk, hogy az ordak a körülmények. Igen, igen, nagyon durván hullámzik a víz. Kíváncsi leszek tényleg. Viktor, készen állsz? Igen. Jó, én is. Király. Megérkeztünk ide az Ezüstó horgászcentrumra, ugye Kiskunhalason vagyunk, ismét itt van velünk Viktor és Gábor, sziasztok! Sziasztok! Nagy megtiszteltetés ugye újra itt lenni, és nagyon boldog vagyok, hogy nem csak jó időben lehet horgászni, hanem bármilyen időszakban, csak ez emberpróbáló körülmény lesz számomra is, de ahogy mondtam nektek, Gáborék készültek nekem kérdésekkel, úgyhogy ezeket próbálom megválaszolni, úgyhogy meginterjúvolnak engem. Addig nem engedünk horgászni, amíg ezekre választ nem adsz nekünk. Az elmúlt horgászat során te interjúoltál meg engem. Így van. Úgyhogy most ezt visszakapod. És nyilván olyan kérdésekkel készültünk, amelyek minket rendkívül érdekelnek, de szerintem nem csak minket, hanem a kedves nézőket is. Így van. Viktor, kezd is el. Honnan jött az ötlet, hogy youtuber legyek? Ugye én 16 éves voltam, amikor elkezdtem az egész videózást, ennek már ugye 9 éve. Hát igazából volt egy nagy csalódásom az életben, és ilyenkor ugye az ember próbálja lefoglalni magát, hogy így a gondolatai elterelődjenek. És annak idején volt egy ilyen kérdezős oldal, ahol névtelenül tudtak az emberek kérdezni. Szóval ha valaki egy kényes témát akart megkérdezni, nem írta ki a nevét. De viszont a kérdésre én tudtam válaszolni, és ott is lehetett már videóüzeneteket küldeni. És elkezdtem poénkodni, vicces sztorikat mesélni, és ez tetszett az embereknek, és utána ugye átvittem YouTube-ra, és ott is elkezdtek ugye követni az emberek, úgyhogy így jött 16 évesen az ötlet. 16 évesen, és most vagy 25. 9 éve. Töretlenül. Hány YouTube filmet készült az elmúlt 9 évben? Körülbelül 2300-2400 videó van fent. 2300-2400? Igen. Ugye mi azzal büszkélkedtünk nem túl régen, hogy elértük a Hald Rádió YouTube csatornája az 50 milliós megtekintést. Igen. Hát ez is... Hát ez is már 9 év munkája, míg neked ennyi adat mennyi megtekintés gyűlt össze? Azt hiszem 200 millió, 230 millió. Vagy 240. Igen. Brutális. Jó, de ezért más, ezért próbálok minden nap, ugye? Jó, hát azért nyilván ez nagyon komoly munka, tehát ugye ez mókásnak tűnik, de ugyanakkor meg rendkívül munkás, és engedd meg, hogy ehhez gratuláljak neked. Én is gratulálok nektek, köszönöm szépen. Ugye Gábor horgász filmjeit ugye megosztottam, a legutolsó ugye a Tisza tavon készült film. Hát én mondtam Gábornak, hogy hát az tényleg a tévében is bármikor megállja a helyét. Most csatornát nem mondok, de nagyon neves csatornákon is megállná a helyét, úgyhogy mindenkinek ajánlom, ezt ott megtaláljátok a leírásban. Következő kérdés. Komoly kérdés. Készen vagyok. Mi a célod a YouTube-on? Így az egész videózással kapcsolatban, igaz? Nekem az elején is az volt a célom, és a mai napig az a célom, hogy én szórakoztassam az embereket. Vannak fiatalabb nézőim is, meg próbálok minden célcsoportnak ugye videót készíteni. Most ahogy ezekkel a horgász videókkal is ugye az idősebb korosztályt is, nagyon sok horgászt is meg tudtunk szólítani. De vannak a játékok, a gyerekeket szórakoztatni, valaki hazamegy egy fárasztó sulis nap után, vagy munkanap után, kikapcsolja, akár az élőadások őket kikapcsolják, vagy a videók. A szórakoztatáson felül még, ami a legfontosabb, az a mások segítése, az emberek segítése. Ilyenkor decemberben azért több hangsúlyt kap ez a dolog, de próbálok az egész évben ugye segíteni másoknak, és hála Istennek
Az elején még ez nem lehetett megvalósítani az anyagi dolgok miatt, de hála Istennek most már van az a szint, amiben tudok a bevételemből egy adott részt erre fordítani mindig. Hát konkrétan ugye most volt egy karácsonyi akció, mesélj erről, légy szíves, mennyi gyűlt össze? Most 500 000 forint összegyűlt, igen. És ezt kinek ajánlottad föl? Ezt a Remény Alapítványnak, leukémiás kisgyerekeknek, illetve egy pécsi állatmenhelynek. Te azt gondolom, hogy példaértékű mindez, amit teszel, próbálom, amellett, igen, hogy népszerű és ismert vagy, azért gondolsz azokra is, akiknek szükségük van segítségre. Igen, de ez ugye a nézőim segítsége nélkül ugye ez nem működne, úgyhogy nagyon hálás vagyok, minden nap hálát adok azért, hogy itt vannak és segítenek nekem. Honnan jönnek a filmötletek? Igen, mindenki azt hiszi, és nagyon sok youtuber így csinálja, meg gondolom nálatok is úgy van, nagyon nagy előkészületet igényel, főleg egy nagyobb projektnél azért a szkripteket kell írni, megírni tényleg mi, hogy fog működni. Én természetesen én is így készülök a horgász videókra, meg itt megbeszéljük, hogy tényleg legyen egy alapkoncepció, meg hogyha például adománygyűjtés van, ott is vannak alapkoncepciók, de amikor otthon videózok, akkor szeretek improvizálni. Mindig általában az adott napon találom ki a videót, és akkor délutánra már kész is van, úgyhogy szeretek improvizálni. Természetesen ugye vannak például az állandó videók, például a csomagbontós videóköcsémnél, hogy az olyan túlzott felkészülés nem igényel. Úgyhogy, tehát ezek zöme spontán, így csípőből? Igen, mindig gondolkodok rajta, és amíg eszembe nem jut. Nagyon kreatív vagy. Igen. A kreativitásom az tényleg az nagyon jó. És szerény is. Igen. De ha egyet ki kell venni, az tényleg a kreativitásom. Na most egy kemény kérdés fog következni. Igen. Csak a pénzért csinálod a videózást? Igen, ezt minden youtuber megkapja, hogy csak a pénzért csinálja ugye a videózást. Ugye nagyon fontos, és azt mindig elmondtam a nézőknek, hogy 4-5 évig ugye ebből nem volt semennyi forint se. És amikor az elején is elkezdett csorogni ilyen pár 10 000 forint, akkor is vissza kellett mindig forgatni kamerába, folyamatosan lehet fejleszteni, hogy a számítógép se elhanyagolható, ugye, hogy egy streamerkedéshez összerakjunk egy számítógépet. És igen, ugye én ebből élek főállásban, és ugye ennek van egy üzleti része is, a gyerekek is tudják, hogy ebből lehet pénzt keresni, de így jobban az üzletbe ugye a felnőttek látnak bele. Igazából mindig azt kapjuk meg, ugye, hogy ez nem munka az idősebb generációtól, de aki most nő föl, ő szerintem már elfogadóbb lesz ezzel, főleg, hogy ők is ezzel akarnak foglalkozni, de nem ezért kell elkezdeni, ugye. Én mindig azt mondom, hogy ez B-terv legyen. Nekem sincs B-tervem, de ugye nekem hála Istennek ez így bejött, de hogy a gyerekek is nagyon sokan akarnak ugye youtuberek lenni, de ne az legyen az elsődleges szempont, ugye, hogy ebből mi milliómosok leszünk, milliárdosok leszünk, lehet, meg lehet csinálni, de nem az elsődleges, és ugye nekem is van családom, én mai napig szeretem csinálni tényleg a videókat, de ugye az sem elhanyagolható, hogy én meg szeretném teremteni majd ugye a családomnak a megfelelő körülményeket, ugye mi is Nikivel majd családot tervezünk, és szeretnénk majd külön költözni. Azt meg ingyen nem kapunk házat. Mindenkinek mindig szoktam mondani, hogy mindenkinek azt kívánom, hogy a hobbija váljon a munkájává, amit élvez csinálni. Mert akkor onnantól ez az nem munka, hogy te is mondtad. Teljes értük, igen, lesz. Igen. Szerinted mi a sikered titka? Sikerem titka, ezt sokan szokták kérdezni, és még amikor középiskolába jártam, évvégén vagy karácsonykor, az osztálytársainknak körbeadtunk egy lapot, és mindenkinek írnia kellett a másikról egy mondatos jellemzést, hogy mivel jellemeznéd az adott embert. És az volt ráírva, az egyik osztálytársam írta ezt rám, hogy az egyszerűségedben rejlik a nagyszerűséged. Olyan egyszerű ember vagyok, mint a fajék, meg hogy önmagamat adom, tudok magamon nevetni, nem veszem annyira túl komolyan, persze amikor komolyan kell venni a dolgokat, komolyan veszem, de én ilyen gyerek vagyok még, vagy örök gyerek vagyok, nem tudom. Egy nagy gyerek vagyok. Egy nagy gyerek vagyok, így van. Feleségem mondta azt, amikor néztük a közös videónkat, és akkor mondta, hogy hát nem látod, mi a Dani sikerének a titka? Akkor még nekem nem esett le egyből. Hát azt mondja, állandóan nevetünk rajta, mert egyszerűen jól nézni, mert megmosogtatod az embereket. Igen. Tehát nyilvánvaló, nagyon fontos dolog az, hogy annyi minden bajság él az embereket minden áldott nap, és nem, igen, akarnak még ezzel is foglalkozni, ebből ki akarnak szakadni, ki akarnak zökkenni, és te kizökkented őket. Igen. Mert te valóban pozitív érzéseket, igen, keltesz az emberekbe, és mosolycsalsz az emberek arcára. Maradj mindig ilyen. Köszönöm szépen. De ugye ehhez kellenek azok az emberek, akik
ugye engem is megmosolyogtatnak. Mert mindig kérdezik, hogy én nem szoktam szomorú lenni, de szoktam én is szomorú lenni, vannak nekem is mély pontjaim az életemben, de ezeken ugye át kell lendülni, és megvannak azok az emberek, akik segítenek nekem ebben. Hát olyan emberekkel veszed magadat körbe, akik felhúznak pozitívan. Így van, így van. Így negatív van. Embereket el kell. Így van. Igen, igen, és erre felnőtt fejjel jöttem rá, hogy tényleg meg kell válogatni akikkel egy közösségbe vagyok, mert te átveszi az ember a szokásokat, mindent átvesz, amilyen közösségbe jár, így van. De te eleve a családod, ugye eleve pozitív, így van. Akkor a párod, aki rendkívül igen, pozitív. Igen, nagyon sokat segít, igen. De hát igen. A jó a jót vonzza. Igen, igen, igen. Ezért találkoztunk mi is. Erről nem is beszélve. Dani, neked egyébként van példaképed? Videózás terén? Hát igen, igen. Vagy az élet bármely területén. Akkor mondok kettőt is. Videózás terén egy külföldi youtuber, MrBeast munkássága igazából ikletett arra is, hogy a videózásból való pénzt, amit keresek, azt jótékonykodja, ami rengeteget segít másoknak. Azt hiszem, de javítsanak ki a nézők, ha tévedek, ő az első dollármilliárdos youtuber, aki a videózásból dollármilliárdokat tud keresni. Egy videó, nem tudom, rengeteg, tényleg ki se tudom mondani annyi pénzt, és nagyon sokat jótékonykodik ad a barátainak, tényleg feladatokat csinál, és akkor lehet nyerni pénzt, mindent. És én is szeretnék, ugye, mivel ebből keresem a pénzt, ebből is tudok adakozni másoknak, és a magánéletben pedig a szüleim a példaképeim, mert ők is 19 évesek voltak, amikor ugye én megszülettem, és nehéz körülmények között éltek, és ők is felépítették szépen az életüket, hogy nekünk minden meglegyen. És apa a mai napig mondja, tanácsokat osztogat, anya is mindig, hogy mit kéne, hogy kéne csinálni. És mi nagyon fontos, hogy mind a mai napig együtt vannak. Így van, így van. És négy gyereket felneveltek. Így van. Tehát ez önmagában már akkora értéket képvisel manapság, igen. Hogy tényleg sajnos ritka. Tehát, igen. Amikor azt igen. látjuk, hogy az emberek gyorsan összeházasodnak, majd épp olyan lendülettel gyorsan elválnak. Igen. Nem szóval terveznek, ez, igen. Igen. De te szüleid szerencsére. És nyugodtan mondhatom, a mi szüleink is hasonló életet élnek. Így van, így van. Ebben is közösek vagyunk. Igen, sok a közös. Azt látjuk, hogy népszerű vagy, de mi a nyúldál a youtuberkedésnek? Igen, mint mindennek ugye az életben, vannak előnyei, hátrányai. Úgyhogy nagyon jó a kérdés. Igazából a hátrányai, az egyik nagy hátránya az, hogy én amúgy is ilyen lelkiismeretes ember vagyok, és mi múlton elküldjenik én. És nagyon magamra tudom venni, hogyha nekem beszólnak, vagy bántanak. Ugye mindig mondják, hogy a közszereplőknek, aki ezzel foglalkozik, többet kell bírnia. Ez való igaz, de azért rosszul esik az embernek, ezt kell tudni kezelni. De ahogy egyre benne van az ember, már úgymond megszokásra válik és lepereg róla, de azért igen. Hát erről az jutott eszembe, hogy én is hogy a népszerűségemet építettem és egyre magasabb szintre jutottam, tehát egyre több támadást kaptam. Persze. Tehát ez egyszerű matek, tehát én saját magamról tudom, hogy amikor volt 100 ismerősöm mindösszesen és a saját karrieremet kezdtem el építeni, akkor is volt egy ember, aki irigykedett rám. Így van. Ha másért nem azért, mert reggel 2 kiflitettem, vagy azért, mert 2 szemem van. Tehát igen, teljesen mindegy, hogy mi. Belekötnek, igen. Ahogy ugye lett már 1000 ismerősöm, az arányok nem változtak, lett 10 irigyem. Ahogy lett 10 000, akkor pedig lett ugye 100 irigyem. Tehát igen. ezek száma ugye ugyanúgy megmarad, igen. Az arányok megmaradnak. De nyilván az ember hajlamos ezeknek a negatív hangjait meghallani, és hát persze ez rosszul esik mindenkinek, de ahogy ezt szoktam mondani, egy idő után az emberek a lelke megkérgesedik, és ezt tudja kezelni, és nyilván persze minden kritikát figyelembe kell venni, csak az nem tudja, hogy kitől jön. Igen, igen. Nekem egy nagyon bölcs ember mondta, hogy ne azt nézzük meg, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja. Igen, igen. Igen, nagyon sokat lehet találni. A másik dolog pedig épp a Niki mondta, hogy Németországban meg Dubajban sikerült ugye elutazni, és hogy ott egy kicsit szabadabbnak éreztük magunkat, mert ha Magyarországon bárhol megyünk, ott néznek minket, oda jönnek, amivel semmi probléma nincs, mert tényleg a nézőknek köszönhetjük, bármikor oda lehet jönni képre, aláírásra, csak ott egy kicsit szabadabb volt, hogy tudjuk, hogy nem ismernek minket, és nem voltunk annyira, hogy nem tudom ezt így elmondani, Niki mondta, hogy egy kicsit szabadabbnak éreztük magunkat. Emellett azért ugye nyilván azt is szerintem érdemes megemlíteni, hogy ez komoly idő elfoglaltságot és napi komoly beosztást igényel annak érdekében, hogy meg tudj felelni a hát nézők elvárásainak, illetve ezt a folyamatos munkát tud csinálni. Tehát így azért van. Ez napi hány órát vesz igénybe? Hát nekem ugye a napom az, én szeretek sokáig aludni, és onnan kezdődik a nap.
Hát ugye ez 0-24-es a nézőkkel kommunikálni. Sajnos volt már olyan, hogy valaki megsértődött, hogy nem írtam neki vissza, de igen, ennyi emberre lehetetlen odafigyelni, de folyamatosan konzultálni. Például mi is beszéltünk már olyan időszakban, amikor más például vagy ebédel, vagy más csinál, de mi nyomjuk, amikor tudjuk, ugye, bármikor. Nincs hétvége, hétvégén is ugyanúgy csináljuk. Igen, nincs hétvége, nincs szabad nap. Nincs. Tehát azért feláldozta az életedet ezért. Igen, igen. Bár tényleg akkor tart, nincs főnöke az embernek, akkor tart szünetet, amikor hogy akar. Hogy lenne főnöke. Ja, saját. Ott, ja, igen, ott van a kamera mögött. Igen. Úgy a főnök. Honnan jött az ötlet, hogy horgász legyen? Honnan jött az ötlet, hogy én gyerekkoromban nagyon szerettem horgászni, nagybátyámmal mindig mentünk csávolyra horgászni, de akkor még ilyen úszósak is, 3 méteres pizbotta, de annyira élveztem, meg imádtam, mindig mondtam a mamának, mama, gyere már, mama szegény nem akart jönni, de akkor is eljött, mert én egyedül nem mertem elmenni, meg a nagybátyámmal, és mama, gyere már, és annyira élveztem, hogy ott figyelni ki az úszót, és bármikor ugye kapás lehet, és hogy ezt a gyerekkoromban annyira jó volt, és akkor egyik nap, még jó idő volt, átjött a Szabos barátom így iszogatni, kicsit beszélgetni, és ő szokott horgászni. És akkor mondja a Szabos nekem, hogy nem jössz horgászni? Mondom, de. Mondom, mi kell hozzá? Azt mondja, hát el kell menni, ugye megcsinál a vizsgát, elmentem, megcsináltam a vizsgát, és így. És újra átélem tényleg, amit gyerekkoromban úgy éreztem, hogy folyamatosan tényleg nézem itt is a bot végét, és eltelik 10 óra hossza. És fel se tűnik az embernek. Csoda, ki most is kirázik, de nagyon szeretem. Tehát végül is már gyerekkorodban magadba szívtad ennek persze, az élményét. Persze. Ha, és újra előjött. És újra előjött. Igen. Ez gyakori egyébként, és a felnőtt korban még jobban felerősödik egyébként igen, az élmény és érzése. Sokkal jobban értékeli tényleg az ember, hogy kiül, horgászik, el van, hazaviszi a karácsonyi halat. Megküzd érte, jobban esik. Dani, nagyon szépen köszönjük ezt. Én is köszönöm. A rendkívül érdekes és informatív interjút. Egyetlen egy dolog van zárásként, amit szeretnék elmondani. Ez nekem családapaként, ugye Viktor apukájaként is rendkívül fontos, és szeretném megköszönni magam is, szerintem minden jó érzésű néző nevében azt, hogy te a videóid során nagyon kényszerülsz arra, hogy soha, de soha nem káromkodsz. Igen, ez nekem nagyon fontos, igen. Egyik alkalommal, szándékosan nem mondok nevet, de valószínűleg a nézők azonnal föl tudnak idézni jó pár ilyet, becsöppentem Viktor szobájába, és egy youtubernek a filmjét nézte, online játékát nézte. Ott csak is kizárólag minden második szava az káromkodás, és csúnya szó volt, azonnal kapcsolt ki. Tehát azért te rendkívül nagy felelősséggel tartozol, amellett, hogy mókás nyilván mindaz, amit csinálsz, amit csinálunk, de rendkívül nagy felelősséggel tartozol a fiatalság nevelése, jó irányba való terelése érdekében, és ehhez nyilván hozzátartozik az, hogy nem káromkodunk, nem beszélünk csúnyán. Hogy voltam, te vallásos is vagy, ugye? Így van, így tehát jársz templomba van, is. Így van. Erre külön büszke vagyok, hogy ezt fölvállalod, és ennek is megfelelsz, ennek az értékrendnek is, maradj is ilyen. Köszönöm szépen. Ezért is nagyon jól esik. Köszönöm szépen. Szépen. Köszönjük az interjút. Köszönöm és szépen. Most már elengedünk horgászni. Ja. Nem biztos, hogy kikívánkozunk. Hát igen, nagyon hideg van. Úgyhogy akkor menjünk ki horgászni. Azt a cunami! Hú, de fúj a szél. Reméljük a hang jó lesz. Ez kemény. Na így fog jól haladt az ember. Nagyon hideg volt, felöltöztünk nagyon jól. Úgyhogy ebben a ruhában biztos, hogy nem fogunk fázni, mert Gábor adott a talpunk alá ilyen talpmelegítőt is. Úgyhogy nagyon király. Hát ő profi ebben ugye, ember próbál a körülmények között is, ő megállja a helyét, úgyhogy reméljük nem halok bele. Remélem te is. Igen. Nincs hideg, de ez a kegyetlen szél, igen, a fűrészetető a -8 fokra csökkenti. Igen. Na vágjunk bele, vágjunk kemény gyerek bele. Vagy. Jó. Ezek nem törtek el, ezek a botok. Nem törtek. Te sem bírtad eltört? Nem, de már használtam. Megfogtam mindig a pontyot. Hihetetlen. És igen, nagyon fontos ugye, hogy most az őszi etetőanyag, amit én hoztam, az nem jó, mert hát az őszi. Most nem játszik. Most már tél van, úgyhogy mindjárt megnézzük a téli etetőanyagokat. Itt szerencsétlenkedek, Gábor. El akarom kérdezni, hogy ide ilyenkor is lehet jönni aludni ezekbe a ugye házakba. A szolgáltatás az úgy válik teljessé, mint ahogy láthatod, hogy van 4 ilyen igényesen berendezett vendégházunk. Igen. Természetesen télen-nyáron igénybe vehető. Fűthető minden. Fűthető. Nyilván ebben az időszakban azért nem tolonganak a vendégek, de most is nyugodt igénybe lehetne venni. De egy nyári időszakban nagyon népszerűek, nagyon szívesen jönnek ide horgászni, de hát ezekben a vendégházakban megalszanak, és akkor közvetlen itt a háztól 20 méterre már horgászhatnak lehet is. Lehet horgászni, nagyon jó. Meg nagyon fontos tudod, hogy családok kerestek olyan igényes helyet, ami azért nyilvánvaló hölgyeknek, gyerekeknek is megfelelő,
ez úgy gondolom, hogy mindenkinek tökéletes lehet. Persze. Addig a család benn melegszik, főznek. Igen, lehet sütni, főzni, bármit csinálni. Tehát így teljesítjük a szolgáltatást. Közben a nézőknek mondom, ugye, hogy múltkor a másik oldalon voltunk, most ezen az oldalon leszünk. És bízunk benne, hogy tényleg tetszeni fog nektek ez a videó. Ez nekem is új ez a helyzet, meg látjátok, nagyon fő vagyok öltözve, de nagyon durván fúj a szél. És bízunk benne, hogy tényleg jó lesz a hang, meg minden. Most fogunk használni élő anyagot is, konkrétan ugye csontit. Igen. Csalizás során. És az itt felsorakoztatott csalogatóanyagok, azok a kifejezetten téli horgászathoz kifejlesztett etetőanyagok, amelyek sokkal attraktívabbak, és a lényeg, tényleg is lehet velük halat fogni. Nagyon nem jó. Véletlen a nevű printer. Aha. Ezek mikrofeletek, ez eretőanyag, ez eretőanyag, és van ez a Four Season Method Felet Box, ami szintén egy olyan keveréket tartalmaz, ami télen a halaknak ellenállhatatlan. Ó, de jó, nekem ez lesz a kedvencem. Száraz, azt fel kell nedvesíteni, de van ez a Ready, ami már készen van. Ez rizs más teendő, mint kibontod. Igen. Az acskóból kiveszed, akkor meg ezt Viktorna, hogy elfújasztél, és tulajdonképpen azonnal nedves, ja, és kosárba tölthető. Ja, hogy na, ez még jobb akkor. Kicsit is felmorzsolod, és azonnal kosárba tudod tölteni. Aha, és akkor csalinak csak egy csali lesz? Akkor... Nem, a csalikat majd már is megmutatom. Van még itt egy aroma, ezt CSL Tuning hidegvíz aromának nevezzük, ez is egy ilyen alkoholbázisú kukettacsira kivonatból készült spéci hidegvíz aroma, hogyha ebből ha ezzel keverjük az eretőanyagot, ha ezt öntjük rá, akkor a hatásfoka az eretőanyagnak megsokszorozódik. Gábor megmutatja nekünk a csalikat is, melyikeket fogjuk használni. Ezek tulajdonképpen ugyanazok, majdnem, mint amiket ősszel vagy nyáron is használtunk. Az egyik legfogósabb új kedvencünk, ez a Tornádó. Igen. Tintahal és barack ízesítési változata. Igen. Ez egy ilyen dupla színű. Szép színes ez is. Narancs és pink. De jó, de jó néz ki. Ennek mind az íze, aromája, mind a színe nagyon tetszik a halaknak. Aha. Mindenképpen ezt javaslom elsőként feltűzni. Jó. De úgy, hogy előtte a csali tüskére tűzzünk fel kettő szem csont. Ja, hogy a csali tüskére megy a csonti, ez meg a... És akkor ezzel fogjuk lezárni. Aha, jó. Mert jó. A csonti, ugye az egy fehérjedús állati eredetű takarmány. Igen. Meg még mozgatja is a csalit, és dupla ingert ad így a halnak. Aha. Na próbáld ezt meg. Na. Úgy keresztbe bőd meg. Aha. Jó. Úgy. Próbáld meg, hogy ez fönnmaradjon. Tudom, hogy így fagyos kézzel nem egyszerű, de ez az első kihívás. Számomra ez nagy kilépés amúgy a komfortzónámból. Ez... Igen, tehát kettőt így amikor földögtél, akkor már... Jó, kettő jó. Csonti fönt van, ahogy látjátok, kedves nézők. Igen, és akkor rámegy ez a 2022-es újdonság. Egyébként ez a 2022-es újdonság, úgy mellett. Jaj, de jó! Amit elsőként próbálhat. Hát ez tök jó. Jó? Jó. Fönnmaradt? Fönnmaradt, igen. Dani, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Teljesítetted az első kihívást. Nagyon jó. Kosár föl megtöltés az ugyanaz, mint az előző időszakokban történt. Próbáljuk meg először egy lépcsőben. Tehát ugye megtöltöd, és akkor... Persze. Színültig töltöd ezt a töltőszerszámot. Jó. Belenyomod a kosarat. Ahogy szoktam, ahogy tanultam. Így van. Erősen nyom bele. Igen. Jó. Vedd ki belőle a kosarat. Igen. Okay. És akkor most egy kevéskét még teszünk ebbe a töltőszerszámba, mondjuk ebből a másik fajtából. Belehelyezzük a csalit. Ja, igen, igen, tényleg. Tényleg, ugye most helyezzük persze. A csalit bele. Persze. Bocsánat, most megcsinálom, és akkor utána már rájtek. Jó, persze, persze. Nézzük. És akkor úgyis a csali is ott van benne. Így garantáltan benne van a közepében. A peletkupac közepében van a gyönyörű. Csali. És akkor erre mindenképpen javaslok aromát. Jó, áfogni, jó. Hogy még erősítsük a... Nyomassunk rá aromát, megfogom. Itt van ez a puncs és menta ízesítésű puncs spray. Ez karácsonyok aktuális. Nagyon király. Ezzel, ezzel muszáj pontyot fogni. Ezzel mindenképpen. Oké. Okay. Akkor mehet be? Festelni, mind be kellem dobni a vízbe, jó. És akkor nagyobb esély lesz. Kíváncsi vagyok. Ekkora szélben még nem dobtam.
Ez a másik botra megy, ez a titkos csali. Ez egy ilyen kis fehér-sárga színű. Abszolút szintén újdonságnak számító csali. Szuper! Ez a Sipi 1 névre hallgató, a 2021-es Metulféle világbajnokságon debütáló csalia volt az egyik kedves kollégánknak, Sipos Gábornak, aki a világbajnoki csapat egyik sikeres tagja volt. De jó! Most itt aromából teszünk ide belülre. Ez csak. Ez ilyen fekete cucc, hogy mi? Kék? Ez egy fokhagyma mandula ízesítésű aroma. És hogy beleharapná. Tényleg, de jó illata van. Egy érdekes dolog egyébként, hogy sokan nem tudják, most a víz hőmérséklet olyan 3-4 Celsius fok körül van. Igen. Szerinted mennyi a hal táplálkozási ciklusa? Tehát amikor most bevesz a szájába akár egy falat etetőanyagot is, azt mennyi időt emészti le? Mennyi időt megy át a tápcsatornája? Na, ezt nem tudom. Segítek. Igen. 48 és 72 óra közötti idő. Az igen. Nem szabad ilyenkor semmilyen plusz eretőanyagot bejuttatni, kizárólag csak annyit, amennyi a kosárban van, az bőven elegendő, és hogyha abból a hal felszippantott, az is el van 2-3 napig minimum. Ez durva azért. Hát nyilván, ahogy növekszik a víz hőmérséklete, úgy nő a hal aktivitása. Persze. Táplálkozása. Persze. Intenzitása is, meg az emésztési ciklusa is. Bedobom a második botomat is. Majd utána. Ez nem semmi azért. Ez a téli horgászat. Most azért intenzív kapás sorozatra nem kell számítani, de bízunk benne, hogy lesz hal, és hogyha nem lesz kapás, akkor egy 10-20 percenként újra kell dobni. Nagyon furcsa ez a téli horgász, főleg ugye ekkora szélben, mert ha nem lenne szél, akkor látnánk jobban, de nekem ez nagyon furcsa. Ilyenkor már csak a legkitartóbbak horgász. Hát igen, igen. De most ez nem vicc, de hát... Hát látom, rajtunk kívül senki nincs itt hát... most. Viktor megfogta a pontyot. Megvan? Aha, hozom a merítőt. Megyek oda én is. Most ebben a zord időben mindenhol igen? Aranyat ér. Viktor! Ne idegesíts! Ez az. Aszta! De király vagy! Nem semmi. Na megvan az első pont. De gyönyörű szép hal! Gratulálok, Viktor! Ügyes vagy. Nagyon király vagy. Ez nem semmi. Itt az első. Hát apja, fia. Nem véletlen. Nem véletlen. Nem esett messze az a hatályától igen. Szerencsére. Ezt nézzétek, milyen gyönyörű szép pontyot volt. Hát tényleg nagyon nem fickándozik így a téli időszakban. Gyönyörű szép pontyot fogott a Viktor. Gratulálunk. Ahogy láttátok, az zord idő ellenére nekem megvolt az első kapásom, Viktornak pedig az első pontja is az első fél órában, úgyhogy nagyon boldog vagyok, a karácsonyi hal már megvan Viktornak hála, úgyhogy nagyon örülök neki, remélem én is fogok fogni. Viktor, ezt nem hiszem el! Megint mit csinálsz? Kicsit, mert úgy látom, ez erősebb. Fantasztikus vagy, Viktor! Ez nagyobb. Ez nagyobb hal lesz. Húzza a féket. Az előző az kijött tök gyorsan. De ez valami nagy lesz. Jaj, húzd arrébb, kijött. Jó. Uha. Megvan. Ez igen. Megvan. Megvan a következő. Még nagyobb, mint az előző. De durva. Viktornak a második hala. Hát nagyon büszke vagyok rád, Viktor. Köszönöm. Ez nem semmi. Pacsi, nagyon jó vagy. Nagyon-nagyon kis mozgást produkálnak a halak. Jég hidegek, de hát a csalira arra jönnek, ahogy látszik. Júli, várj, a másikat is elviszik. Viszi a másikat is. Dani, mind a kettő. Azt is elvitte. Viktor, gyere, fárazd ezt. Viktor, segíts! Várjál, Dani! Jó, jó! Látod? Most gyorsan behozod le maradást! Hihetetlen, miközben fárasztottad ezt! Gyerünk, Viktor! Elhúztam a másikat is! Aszta! Gyerünk, Viktor! Ne hagyd!
Jó. Gyerünk, Viktor. Na, nem hagyja magát? Ah, jön az ki, szépen kifele. Milyen az élet már, nem? Tehát eddig... Ez hihetetlen. Hihetetlen. Semmi, de nyilván eddig leakadtak. Most már miközben fárasztottad az egyik pontodat, vagy az első pontodat? Hihetetlen. Megjött a második is. Hihetetlen számomra ez megint. Várjál, Viktor, mindjárt. Jó, megnézem, hogy hol van. Na, dugd ki fejed! Azaz! Az igen. Azaz! Itt a mai nap legnagyobb pontja. Ez, na igen, ez a mai nap legnagyobb pontja eddig. De gyönyörű. Ahogy látjátok, kedves nézők, a Viktorral közösen kifárasztottunk megint két halat. Hát nagyon boldog vagyok, nagyon jó. Van hal a vízbe megint! Hihetetlen. És tényleg egyértelmű volt a kapás, hogy nem gondoltam volna, hogy a szél miatt észre tudom menni, de egyértelmű volt a kapás. Hála Istennek, tényleg hal nélkül már nem maradunk. Tényleg a mester, amit mond, az úgy van. Érti, amit mond? Na, ezt akartam mondani. Figyelj, nem véletlen vagyok én a mester. A szerénységet azt tőle tanultam. Igen. És úgyhogy vannak pontyok tényleg, ugye. Mert én a kis naív azt hittem, hogy hozom az én kis őszi pelletjeimet, és az itt működni fog, de van külön téli is. Hát lehet, hogy működne, de arra a jövő őszig kellene várni. Ja, jó. Szuper, úgyhogy lesz hal karácsonyra. Nagyon szép. Ez most egy kicsit jobban küzdött amúgy. Ez most nem adta könnyen magát annyira. Persze, ez azért nagy hal ám. Ez nagy hal, ja. Nagy hal, az mindig nagy hal. Mehet. Jövök szákóni. Az elején aludtak a halak, de főtámadtak. Most annyi hal van, hogy hihetetlen. Rengeteg jön. Azaz. Húzza nagyon. Ú, de szép. Jó. Jó, ügyes vagy. Azon rajta van, Dani. A jobb oldalin? Igen, jobb oldalin. Rajta van, igen. Azaz, megvan. Tényleg rajta volt. A jó helyre dobta, az most ment be. Ez most ment be, ja. Gyerekek! Ebben most bizonytalan voltam. Szerintem leakadt. Itt a végén leakadt. Nem hiszem el. Bakker! Ez pedig most lett tényleg bedobva. Gyönyörű, szép. Ügyes vagy, Viktor, nagyon. Nekem most sajnos leakadt, de van még hal benne. Biztos. Már megint hal van. Hát szaladgálunk a halak után folyamatosan. Gyerünk, Viktor! Itt télen is lehet halat fogni, kedves nézők. Itt nincs játék. Azt az enyémet is viszi! Ez hihetetlen, kedves nézők!
Fárasztunk ketten? Majd én megszákolom. Jó. Ez igen. Kicsit belejöttetek. Belejöttünk, mondom, nagyon durva. Ez már hanyadik duplás kapás? Dupla kapás. Ez még tényleg, már megint mi történik velünk. Ez a kedvenc részem. Így görbül a bot. Ez a kedvencem. Ponty fölött fárasztom a halat. Megint valami nehezebb szerintem. Féket néznek, hogy jó-e, nehogy leakadjon. Engedtem egy kicsit neki. Ó, rendesen elfáradt a kezem. Azt a mekkora, mi ez? Júj! Te jó ég! Júj, mekkora! Te jó ég! Júj! Te még lehet, hogy a múltkori rekordomat megdöntöttem. Júj, Dani! Te jó ég! Decemberben egy óriás pont. Körülmények közepette ekkorát fogni, az egy átlagos méretű hal, és nézzétek meg Daninak a halát. Ez nem semmi. Júj. Ez már megint. Köszönöm szépen. Megint együtt megcsináltuk. De király. Ez egy jó csapat. Ez egy jó csapat. Mekkora hal? Ez lehet, hogy megvan döntve. Olyan 8 kilósnak satszolom. 8 kilós? Annyi, hogy tényleg a Gábor akasztotta, de... Hát én te botodon. Én botodon? Igen. Hát most te a Viktornak segítettél szákolni. Hú, te durva. De komoly. Alig bírom megemelni. Hú, ez a Viktorét is. Tiéd az egy csórás, Viktor, a Danihoz képest. Hát, ja! Visszaengedjük a halunkat. Ez gyönyörű szép. Ez ismét gyönyörű szép hal volt. Jó. Sziasztok! Sziasztok, halacskák! Most jöhet a jól megérdemelt pizza. Ez durva volt, ez is kifárasztott. Jó nagy hal volt. Most elfogyasztottuk a finom ételt, köszönjük szépen Gáboréknak, és jöhet a horgászat, de előtte lesz egy meglepetésünk. És a közös meglepetésünk Gáborral és a Haldorádó csapatával, hogy ezt a botot, ami nekem bevált, ugye amióta Gáborral horgászok, rengeteg pontyot fogtam vele, illetve az orsót, ennek az összértéke körülbelül 60 ezer forint, ez egy Royal Method Carp bot, 3,30 méter hosszú, ezt lehet megnyerni. Hogy hogyan lehet megnyerni, a Haldorádó YouTube csatornája ott van leírásban, ha eléri a 90 ezer feliratkozót, akkor fogjuk kisorsolni. Hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy ki az, aki feliratkozott? A naszverseny@gmail.com-ra el kell küldenetek egy screenshotba, hogy feliratkoztatok, és amint megvan a 90 ezer feliratkozó a Haldorádó YouTube csatornáján, valaki megnyerheti ezt a botot az orsóval együtt. Köszönjük! Az ősziné, épp azt beszéltük Gáborra, az ősziné a mangós aroma ment, most meg a puncs aroma. Mert mit, alkoholos, ugye? Alkoholos. Ezt nagyon szeretik. Rendben, és akkor ide beteszem megint, megfordítom. Ja. És így is van. Hát egy kicsit mellé ment, de jó van az úgy. Nagyon megy a fék. Aszta! Te szépen elvitte! Hoppá! Ez lehet, hogy valami nagyobb darab megint. Csak nagyon elmegy arra. Azaz! Segítsek, bírod? Igen. Ügyes vagy! Hú, de szépen elvitte ez is. Kicsi, de erős. Nem telt el sok idő, kedves nézők, és itt is van a következő halunk. Egy gyönyörű szép ponty. Ismételtem.
délután se alszanak, meglehető, de mondjuk ez nehezen adta most magát, de most legalább a kapást is Niki fel tudta venni, szóltam neki időbe. Most dobtam be másikat, Nikinek ideje se volt. Azt a... Viktor is húzza. Mennyi hal van ebbe? Megint párba fárasztunk. Már komolyan mondom, elfáradok én is. Gyere szépen, pontyocskám! Azaz, Viktor! Úgy gondolom, hogy eredményes napot zártunk. Nagyon hálás vagyok Gábornak és a kisfiának, hogy ismét remek csapatot alkottunk, és hogy Gábor megmutatta, hogy télen mivel is kell horgászni, hogyha halat akarunk fogni, ráadásul pontyot karácsonyra, illetve hát elég zordak a körülmények, kicsit tényleg ki kellett lépnem a komfortzónámból, mert folyamatosan fúj a szél, fázni nem fázunk a ruhának köszönhetően, de hogy a kapást is észre lehet venni, pedig ugye a botot folyamatosan fújja a szél, úgyhogy nagyon hálás vagyok Gábor, nektek köszönöm. Megrekordom az alkalmat magam, fiam, csapatom, családom nevében. Szeretném megköszönni az eddigi közös filmeket, szeretném megköszönni az eddigi közös munkát, és szeretnénk nagyon kellemes karácsony ünnepeket kívánni minden kedves nézőnknek. Viszont kívánjuk, és jövőre folytatjuk. Ha tetszett, ha szeretnétek, akkor nem kérdés, hogy jövőre újfent, egy csapatot alkotva, újabb filmeket szeretnénk majd csinálni. Így van, jelentkezzetek a nyereményjátékra, leírásban mindent megtaláltuk, és te jössz, Viktor! Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel! Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok!